Gyerekek népesítették be a hétvégén a kaposvári jégcsarnokot, a sportiskola toborzóján a hoki alapjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ez elsősorban nagycsoportos és első osztályos gyerekeknek szól, de ahogy látjátok is elég vegyes a társaság, úgyhogy minden érdeklődőt szívesen várunk. Ennek az elsődleges célja, hogy a hokisuli alatt megtanuljanak a gyerekek önállóan közlekedni a jégen, tehát eljussanak A-ból B-be, megtanuljanak felállni egyedül, hogy önállóan tudjanak mozogni. És akkor ahogy ezzel végeztek, és végigértek ezen a hét alkalmon, amiből ez a program összeáll, akkor utána beiratkoznak hozzánk, kapnak teljes felszerelést, és csatlakoznak a korosztályos edzéseikhez. Az Egyesület jelenleg 6 korosztállyal dolgozik, az U8-astól az U18-asig. A fiatalabbak szezononként 5-6 tornán vesznek részt, míg a nagyobbak már a különböző bajnokságokban pallérozódnak. Az U8-U10-es csapattal foglalkozunk ketten. Az U8-ban jelenleg még kevesen vagyunk, de 2 hét múlva szeretnénk itthoni tornát rendezni, úgyhogy arra mindenki szeretettel várunk. Megnézzék a kicsik is, hogy milyen az 5-6 éves, ahogy játszik a pályán. Az U10-en már 5 tornán részt vettünk idén, abból egyet mi rendeztünk itt Kaposváron. A legtöbb gyerek, aki már megtapasztalta a korcsolyázás örömét, hamar visszavágyik a jégre. Azért tetszik, hogy neki mehetek akárminek, nem érzek semmit, és hogy korizhatok is, az jó érzés, mert nagyon néha korizhatok egyedül. Tök jó az, hogy lehet mások ellen játszani, meg így eljárt. És akkor föl lehet lökni bárkit. És ez a jó. A jégcsarnok december végéig a megszokott módon üzemel, januártól pedig az úgynevezett inline borításon folytatódnak majd az edzések.